A fővárosi szöcskék a nagy sebességet diktáló és alacsony szerkezetben is sok labdát szerző Pénzügyőr kosarasai nem hagyták magukat a hajrában sem lerázni. Hiába no, az ötödik hely a tét ebben a párharcban, és az első bonyhádi meccs 4x10 perce modellezte is, milyen szoros meccs várható majd a fővárosi visszavágó. Érdekes, a hazai bonyhádi sárgák mind az első, mind a második, és még a harmadik negyedet is csak 2 ponttal nyerték meg, így belefért az utolsó játékrész 15-11-es elvesztése, a Dudaszó felhangzásakor 76-74 után ők, mármint a hazai sárgák ünnepelhettek. Ezúttal csak egy kiemelkedő teljesítmény kevés lett volna a bonyhádi győzelemhez. Az ASE utánpótlásából érkező centerbedobó Dorogi Gergő nem csak 19 pontja miatt emelkedett ki a teljes mezőnyből. Azt gondolom, hogy azért a végjátékban is tudtunk jó momentumokat csinálni, de egyértelműleg a lepattanózás, az csapat szinten az összkizárás az, ami hiányzott talán, és emiatt tudtak könnyű kosarakat második szándékból szerezni, ami miatt lefagyott az a 10 pont előnyünk, amivel azért indultunk ugye a negyedik negyedre, ha jól emlékszem. Azt gondolom, hogy ezen lehet még javítani, de ezért fogunk edzeni a héten is, és egyértelmű azt gondolom, hogy nyerni kell idegenbe is. Az ASE nagy csapatában is már többször számításba vett Pupp Bence 13 ponttal járult hozzá az első meccs megnyeréséhez. Egyetért ő is azzal, amit csapattársa mondott, hogy miben is kell javulni még ahhoz, hogy a visszavágón is a fővárosban bonyhádi győzelem szülessen. 10-15 lepattanóval többet szedtek, mint mi. Ez azért elég sok. A 4 magas játékosunk van, aki szerintem ezzel tud még segíteni majd. Igazából szerintem jó volt, és felkészülünk ennek, és megpróbálunk minél több ponttal nyerni. Nem lesz könnyű, mint azt a mérkőzés után megtudtuk, a fizikálisan és dobóbiztonságban is remek, egyébként alacsony szerkezetű Pénzügyőr felettébb motiváltan várja a fővárosi hazai visszavágót. Nagyon kell nekik az NB1B zöld csoportjában az ötödik hely, miképpen a bonyhádiak is mindent megtesznek az évad utolsó meccsén, hogy elérjék ezt a helyezést.